A magyar közút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 2100 kilométernyi úthálózat üzemeltetésért felel, az utakat országosan és megyei szinten is folyamatosan figyelik. Az országban több száz webkamera van elhelyezve, ezekből itt egy néhány látható, illetve ezeknek a felvételéből. A kamerák rendszeresen 3-5 percenként frissítik a képet. A közút megyei igazgatója elmondta, a kameráknak köszönhetően esetleges balesetekről, burkolathibákról is szinte rögtön tájékozódnak. Csapó László hozzátette, az átlagos téli időszakhoz képest az elmúlt időszakban nagy mennyiségű csapadék hullott eső formájában. Ez a burkolaton a repedésekbe behatolva különböző károkat okozott, elsősorban pontszerű hibákat, ezeket nevezzük kátyúnak. Ezeket a pontszerű hibákat a folyamatos útellenőri szolgálat észleli. Természetesen az úthálózat hierarchikus sorrendjében közlekedik az útellenőri szolgálat megfelelő ütemezés szerint, és elsősorban a főhálózat, ezután pedig a többi alsóbrendű úthálózat ellenőrzését végzik, és ők jelzik nekünk a burkolathibák megjelenését. A közutakat országosan több mint 100 útellenőr járja, azonban a magyar közút lakossági bejelentéseket is vár a képen látható elérhetőségeken. Ezek a felvételek Nyírszőlős határában készültek, a főúton több burkolathibát javít a közút. Összesen 16 ezer tonna keveréket terveztünk ebben az évben beépítésre. Ebből a pontszerű kátyúzásra, vagy kézi kátyúzásra 4300 tonnát fogunk beépíteni, és durván 12 ezer tonnát fogunk nagyfelületű javításba beépíteni, ami 300-400 négyzetméteres felületeket jelent egy-egy javítás alkalmával. Ezt akkor alkalmazzuk, hogyha olyan sok egy-egy helyen a pontszerű hiba, hogy azt már kézi kátyúzással javítani nem lehet. Ez a burkolatjavítás nem az ilyenkor megszokott hideg aszfaltozás. Itt egy úgynevezett aszfalt újrahasznosító gép dolgozik, a bontott aszfaltot melegítik újra, bitumennel keverik, és azt így vissza tudják építeni.